Na szevasztok, már többen is kérdeztétek, hogy hol van a WXL Freshman Classos reakció videó. Higgyétek el, hogy tényleg lesek, meg akartam várni, míg kijön az összes freestyle, meg cypher, minden is, így egybe fogok rájuk reagálni, és tényleg meg sem néztem eddig egyiket se, szóval majd így élőbe fogok reagálni. Na de ez most mindegy is, mert a mai videóban arról lesz szó, hogy mi a helyzet YNW Mellivel, hogyan halad az ügye, igaz-e a pletyka, hogy még idén hazakerülhet. Valamiért ez egy olyan téma, amit nagyon-nagyon sokan kértetek a kommentek között, szóval el is hoztam, nézzük meg, mi van vele. Még februárban csináltam egy külön videót Melliről, ahol bemutattam, mint zenészt, meg elmeséltem, hogy mi ez az egész jogi ügy, ami van vele kapcsolatban. Szóval, ha valaki tényleg semmit nem tud az egész témáról, akkor ajánlom, hogy először nézze meg azt, de azért most is át fogjuk nézni, hogy pontosan mi történt vele eddig. Tehát ismétlésképpen 2018. október 26-án YNW Melly, Bortland, Juvie és Sack Chaser együtt kocsikáztak Miramarban, Floridában. A hajnali órákban éppen egy stúdiót hagytak el, amikor valaki rálőtt a kocsiukra. A lövöldözésben Juvie és Sack súlyosan megsérültek, majd bevitték őket a kórházba, ahol később életüket vesztették. Majd 2019. február 13-án letartóztatták Mellit és Bortlandt, azzal a váddal, hogy ők eszelték ki ezt az egészet, valójában ők lőtték le a két barátjukat, és csak be akarták állítani úgy, mintha ez egy drive-by shooting lenne. Mellé ekkor még életfogytiglant vagy halálbüntetést is kaphatott volna. 2019. április 18-án az ügyészség javasolta a bírónak, hogy halálbüntetéssel vessenek véget Mellé életének. Hála Istennek utólag tudjuk, hogy ez nem valósult meg. Ezután pedig kezdetét vette egy nagyon hosszú küzdelem Mellé ügyvédi serege és az állam között. Sorra jöttek a tárgyalások és a meghallgatások, ami előtt Melly vagy a családja posztolt mindig Instagramra vagy Twitterre, hogy ez már az utolsó lesz, és ezután hazakerülök, és hogy mindjárt otthon leszek és várjatok. Majd utána mindig csalódni kellett, mert ez sose valósult meg. Tehát az ilyen jellegű posztok mindig nagy reményeket keltettek a rajongókban, többször indult már ilyen visszaszámlálás is, hogy hány nap van hátra, amíg Melly hazajön, de aztán sajnos egyik sem valósult meg. És kb. Itt tartottunk a sztoriban, amikor megcsináltam ugye az előző videót, most pedig elmesélném, hogy mi történt azóta. 2020. április 2-án Melly elkapta a koronavírus, és az állapota nagyon súlyos lett. A pletykák szerint gyógyszer helyett Gatorade-et adtak neki a börtönben. Az ügyvédei el akarták érni, hogy legalább helyezzék át őt egy másik helyre, ahol kicsit jobbak a körülmények és föl tudna épülni, de ezt elvetette teljesen a bíróság. Itt azért megjegyezném, hogy ugye mindenki tudja, hogy 6ix9ine azért került ki a börtönből kb. Fél évvel hamarabb, mert hogy nehogy elkapja a koronavírust. Viszont Melly, aki valóban el is kapta a koronavírust, neki még csak azt sem engedték meg, hogy jobb körülmények közé helyezzék át. Mivel a járvány miatt kb. Az egész világ leállt, azért nyilván a jogi eljárások is sokkal jobban lelassultak, szóval így még távolabbinak tűnt, hogy bármi fejlemény is legyen. 2020 májusában pedig kiengedték YNW Bortlandt, ugye Melly haverját, akivel együtt lecsukták, mert hogy nem volt ellen elég bizonyíték, tehát így szabadlábra helyezték, illetve be kellett fizetni azt hiszem 250 000 dollárt. Ekkor elterjedt egy pletyka a neten, hogy valószínűleg azért engedték ki, mert beköpte Mellyt, majd utána nyilvánosságra kerültek dokumentumok, amiből kiderült, hogy a rendőrség többször is próbálta kihallgatni Bortlandt, de egyszer sem volt hajlandó egy szót se szólni Mellyről. Szóval ennyit erről, ennyire kell hinni az ilyen netes pletykáknak. Majd azután elterjedt egy bizonyos George Phillipsnek a tweetje, aki egy ügyvéd, és azt állították róla, hogy Melly és Bortlandnek az ügyvédje. Ez a csávó pedig azt állította, hogy nem érti, miért hiszik azt Mellynek a fanyai, hogy hamarosan hazakerülhet, mert ő bizonyíték van arra, hogy ő hidegvérrel megölte ezt a két csávót, illetve hogy attól még, hogy valaki szereti a zenéjét, attól még vannak családok, akiknek elég tételt kell tenni, mert ugye meggyilkoltak két embert. Na később kiderült, hogy ez a George Phillips ez pont, hogy a meggyilkoltak családját védi, nem pedig Mellyéket, tehát pont, hogy ellenük van, így már érthető, hogy miért itt ennyire negatívat. Amit George Phillips mondott, hogy Melly ellen bizonyíték van, hogy ő a gyilkos, ez költői túlzás, mert pont, hogy azért van benne ennyire hosszú ideig, mert se gyilkos fegyver nincsen, se szemtanúk nincsenek, sem pedig Melly DNS-ét nem találták meg a helyszínen. Tehát ha lenne ellene bizonyíték, akkor már eldőlt volna, hogy lecsukják, de még mindig a tárgyalások folynak. Viszont ez a hosszú hercehúrca egészen konkrétan egy telefonos felvétel miatt van, amit Melly telójába találtak. Állítólag ezen a felvételen Melly bevallja, hogy ő a tettes, viszont erre sincsenek tanúk, hogy ezt tényleg kimondta volna. Az ügyészség akarja nagyon felhájpolni ezt a felvételt, mert nem is egyértelmű. Emellett még azt is érdemes megemlítenem, hogy Melly édesanyja, aki egyébként csak 14 évvel idősebb nála, még régebben kiposztolt Instára egy ilyen felvételt, ahol arról beszél, hogy elvileg YNW Sack Chaser megfenyegette őt. Na most az ügyészség erre is nagyon rászállt, és azt mondják, hogy ez például indíték lehetett arra, hogy YNW Melly megölje őt. Lényeg a lényeg, hogy itt láthatjuk, hogy Melly ügyvédei próbálják kihozni őt, mert nincs ellene egyértelmű bizonyíték, vagy legalábbis nem elegendő bizonyíték. Az ügyészség, illetve a két áldozat családja pedig próbálnak minden ilyen lehetőséget
embereket jól meglovagolni, hát ha valahogy el tudják érni, hogy Mellit lecsukják. Többször is felhasználták egyébként Melli leghíresebb számát, a Murder on My Mind-ot a bíróságon, mert ugye nyilván ismerős, hogy a Murder on My Mind-ban részletesen leír egy gyilkosságot, egészen konkrétan azt, hogy egy barátját megöli. És habár ez a zene évekkel Juvie és Zack-nek a halála előtt íródott, mégis az ügyészség azt állítja, hogy ennek köze lehet egyfajta premeditationként, hogy az előre eltervezett gyilkosságoknál az előre eltervezés fázisa az lehetett az, hogy megöli ezt a dalt, és itt úgymond eltervezi, hogy majd meg fogja ölni a két barátját. Na, ha engem kérdeztek, ez eléggé föltől elrugaszkodott, de mindegy. A nyáron pedig nem sok fejlemény történt, Melli beszélt a börtönből több zenésszel is telefonon, például King Vonnal, akinek elmondta, hogy nyár végére már otthon lesz, ugye tudjuk, hogy ez se valósult meg. Majd most nem régen, augusztus legvégén például beszélt Academics-szel. Ha valaki nem ismeri, Academics egy, ő is egy nagyon híres figura a hip-hop világán belül. Ő az első számú hip-hop média gyakorlatilag, meg mellette DJ is, tehát ismer minden ilyen rapper személyesen, és ő szokta velük tartani a kapcsolatot, tehát ha valaki le van csukva aktuálisan, akkor velük szokott mindig beszélni. És ugye beszélt Academics Mellivel, és azt mondta neki Melli, hogy biztos abban, hogy évvégére már otthon lesz, illetve hogy egy egész albumnyi zenét írt meg ott a cellában. Biztos benne, hogy ezek mind nagy slágerek lesznek, mert már hozzá van szokva, hogy az előző híres zenét is mind börtöncellákban írta meg. Én ezt az albumot iszonyatosan várom már, mert én nagyon ki vagyok érzve már új Melli zenékre. Az ügyet illetően pedig őszintén nem tudom, hogy mi az igazság. Mindkettőt el tudom képzelni, hogy igaz legyen. Azért próbálok pozitív maradni, és én szeretném azt hinni, hogy Melli ártatlan, és hogy hamarosan ki fog szabadulni, és ez egész csak egy félreértés. Mert szerintem azért elég rappert vesztettünk már az elmúlt években. Oké, nyilván az, hogyha valakit lecsuknak, azért az egy fokkal jobb, mint hogyha meghalna, mert legalább életben van, de a helyzet gyakorlatilag ugyanaz, mert a rajongóknak hiányzik, nem hallunk felőle, nem kommunikál velünk, nem kapunk új zenéket, stb. Szóval tudtommal ez az update, tehát ez az aktuális helyzet Melli ügyét illetően. Remélem, hogy kielégítettem az igényeiteket, srácok, és most már ti is tudjátok, hogy mi a helyzet vele. Ha még nem tetted az Instámat és csekkold, a következő videóban pedig találkozunk, szevasztok!